a termékek a különbség itt. Hogyha nagyon jó minőségű a szemhéjpuderet, akkor az nem fog lehullni, úgyhogy tudod használni először az alapozós technikát. Én nem szeretek úgy sminkelni, hogy csak a szemet is utána az alapozás. Szerintem ez úgy nem helyes. De hát mindenki másképp csinálja. Egész vörös hajhoz sminket találni, melyek azok a színek, amelyek jól állnak. Igen, közben most akkor elmondom. Most felviszek egy hidratáló krémet, egyben egy primer is, mert ez nagyon fontos, hogy először hidratáljuk. De pont mielőtt egyébként elkezdtük volna a beszélgetést, mondtam Annának, hogy igazából én nem nagyon sminkelem magam, tehát nekem van egy kis, nagyon vékony, fekete csík a szememen, és azon kívül szempiraspirál, tehát ez a max. Viszont amire nagyon-nagyon odafigyelek, az a krémek, meg az arcbőrápolás, mert öregelem, és mondtam, hogy folyamatosan hát hámlott a bőröm, és akkor mondta a bőrgyógyász, meg mondták olyanok, akik ezzel foglalkoznak, hogy ez amiatt van, hogy nem hidratált a bőröm, és hogy különböző krémeket szoktam felvinni. Ez helyettesít-e krémet, vagy ez a két réteg krémem után kell, hogy felkenni ezt a primert? Nem, ezt fel lehet kenni krém után is, és mindegy, attól függ, hogy mennyire hidratált a bőröd. Ha nem hidratált, akkor mindenképp többször kell hidratálni, hogy az jó legyen, tehát hogy ne legyen probléma az arckor. A legtökéletesebb arcforma az az ovális arcforma. Minden arcformát az oválishoz kell korrigáljunk. Neki nagy szerencsém van, mert ovális az arcformája. És nagyon-nagyon fontos az is, hogy milyen a szemformánk. Mert ugye én mondtam ezt, hogy ezt a fekete csíkot kihúzom, mert én azt hiszem, hogy ettől nagyobb lesz a szemem. De nem tudom, hogy ez csak egy tévhit, vagy én gondolom így, vagy ez tényleg így van. Illetve, hogy hívnak? Etelka. Etelkának sokkal hangsúlyosabbak a szemei. Milyen színek állnak jól neki? A barna árnyalatok, a földszínek, mert ő inkább egy ilyen tavasz típusba tartozik. Friss és üde. Süt a nap, meg lebarnulunk, ettől nem lehet mindig eldönteni, hogy milyen évszakban tartozunk. De lényeg, hogy nem akkor, amikor születtünk, tehát hogy ez biztos. Milyen alapozót választottál, illetve hogyan próbálod ki azt, hogy milyen színű talál neki? Az alapozóját, Formosnak fogom használni az alapozóját, ez egy folyékony alapozó. Kettő színt fogok keverni, egy világosat és egy sötétebbet. Igazából az idei trend az a csillogós bőr. Tehát, hogy minden, ami csillog, az most nagyon trend a 2019-es évben. Nem is tudtam. És az évszín az pedig a korall, ugye? Hogyha jól tudom. És hogy most akkor ősz van, és akkor őszi színeket fogok használni, nyáron nyári színeket nem. Úgyhogy a trend nem sminkben nem szoktam nagyon elfele hajlani, mert nem mindenkinek áll jól a korall. És úgy kipróbálni, hogy nézzétek meg, hogy megfelelője az alapozatok, hogy az ascsont, illetve itt a nyak részen lefele nézzük meg a szint, és egy kicsit dolgozzuk el. És a nyakon mennyire kell lemenni? Végig le kell menni, nem kell úgy hagyni, mint egy kis maszkot, mert az nem jó, nem szép. Ilyen porcelánbaba effektus. Az embereket igazából arra, hogy mi előnyes és mi nem előnyes neki, és azt megmagyarázom, hogy miért nem előnyes. És akkor egyetért velem, és akkor csinálom az én dolgomat, mert illetve én értek hozzá. És ha például Etelka azt mondja, hogy gyűlöli a zöld színt, de te azt mondod, hogy neki jól áll, akkor mi lesz? Felfestem rá, tehát nem fogom az egész szemhéjára feltenni a zöldet, viszont fogok belevinni csak effekteket. És az fog tetszeni neki biztos. Na lássuk! Nem jó, akkor letörlöd-e? Igen, letörlöm. Láttam a szemedet. Nem törlöm le, hanem közben elárult, hogy nem törli le, csak átalakítja. Sminkeljék magukat a lányok. Van-e az, amikor már túl sok? Az én szememben, hogy túl sok. Hát most nem akarom azt mondani, hogy vannak stílusok, vagyis emberek, akik igen,
sokat tesznek magukra. Van, van, igen. Én nem szoktam túlzásba vinni. Én úgy látom, hogy nagyon szép lett. Igen. Igen, tehát én elég közel állok, és enyhén látszik az alapozó. Nagyon-nagyon szép. Mi lesz a következő lépés? A korrektor. Igen, a karikás szemek. Most el lesznek tüntetve a karikák. Mennyire káros a bőrünknek, hogyha magunkon hagyjuk a napi festéket? Tehát, hogyha a szemedről nem mosod le a szemhéjpudert, az még oké, de az alapozót azt mindenképp le kell mosni. Kis kanállal lehet kihúzni a tusvonalat. Ez igaz-e? Működik-e? Kipróbáltad-e? Vagy vannak-e még ilyen apró trükkök? Nem, amúgy nem működik a kis kanálos csel. Nem szeretném kipróbálni. Kipróbálom én. Valaki. Nincs kis kanál? Nincs kis kanál. Hát akkor... Igen, nagyon kíváncsi vagyok. Van a bárnál? Nincs? Hát akkor ez a kísérlet szerintem mindenkinek otthon lesz egy élmény. Használtam a Celuxot, azt bemutattam egy YouTube-os videómba. Az működött több mindenkinél, mert több visszajelzést kaptam, hogy a Celux azért jobb, mint a kanál. Engem érdekelne, hogy hogyan működnek ezek az ilyen tutoriálos videók, vagy mi az, ami szerinted fontos, hogy benne legyen egy ilyen videóba, vagy mennyire nézik ezeket, hát attól függ, hogy milyen típusú videót készítek. Tehát, hogyha sminkes videó, akkor mindig rátérek a legfontosabb részekre. Tehát, hogy mit kell kiemelni, és elmondom az arcformákat, vagy próbálok olyan trükköket mutatni magamon, ami könnyű, hogy megcsinálja egy kívülálló, aki nem nagyon ért a sminkeléshez. Te milyen szempontokat vennél figyelembe? Mikor állnál be a neveddel, arcoddal mögé? Amikor állat kísérletmentesek. Aha, tehát hogy ez a fő szempont, hogy ne kísérletezzenek állatokon. Beszélgessünk egy picit a színekről. Nagyon sokat számít az, hogy milyen szín van a lányon, úgyhogy az alapján fogom eldönteni, hogy milyen sminket csinálok. Csak hogy először egy nagyon egyszerű sminket fogok csinálni, és azt majd át fogom alakítani. De akkor már jöhetnek közelebb a lányok, hogy lássák. Annak, akinek esetleg vékonyabb, picibb a szeme. Most nézzük itt a hölgyet az első sorba. És zöld a szemed, ugye? Vagy... Igen. Az alsó részt kell hangsúlyozni, mert szerintem nincs sok helyet dolgozni a színekkel. És nagyon szép az arcformát, tehát hogy jó karakteres, jól ki lehet emelni a szögeket rajta, úgyhogy mindenképp használd ezt a kontúrös trükköket. Mindenképp az alsó résznél legyen egy kicsit sötétebb mindig, és az kiemeli a szép szemet. Barna szem. Ő tipikus téli időszakba tartozik. Úgyhogy mindenképp az élénkebb színeket tudom ajánlani neked. De amúgy jó kombó, ez a kék, mert az is jó. Nézzünk egy világosabb hajót. Igen, tehát ott van hátul egy világosabb hajú lány, akinek kék a szeme, akkor neki milyen színeket ajánlasz? Mi állna neki jól? Hát ő inkább a tavaszi típusba tartozik. Mert ugye egy kicsit rezesebb a haja. Hát neki mindenképp a barnás árnyalatok, a tompább színek állnak jobban. Mert igazából az arany fogja kihangsúlyozni a legjobban. És ki használjon tusvonalat? Kinek áll jól? Tehát milyen szemformának? Hát mindenképp olyan szemformának, amelyik látszik. Tehát, hogy jó nagy szemforma. Neked is jó, de... Nem annyira. De sokkal jobban érvényesül egy nagyobb szemhéjon a tusvonal, és sokkal szebben ki lehet rajzolni, mint úgy amúgy egy kisebb szemén. De akkor mit csinálhatok, hogy nagyobbaknak tűnjön a szemem? Én az alsó részt kell hangsúlyozni, mert azzal nagyobbítod optikailag a szemedet. A jó, tehát, hogy nem minden szín áll jól neki, akkor most megválaszolhatjuk ezt is, hogy neki például, igen Zsuzsa, rólad beszélünk. Tehát éppen próbáljuk megfejteni neked, mi az, ami jól áll, mert megkérdezted korábban, hogy a vörös hajadhoz mi az, ami a leginkább talál, és akkor most ezt fejtegetjük, és ugye világos szem. Tehát neki milyen színek állnak jól? Hát az arany mindenképp, ugyanúgy a barna, a föld színek, a rózsaszín is menő jól áll, nagyon csinik.
Igen, igen, a rozsda, a rozsda. Szerintem a szádra az nagyon jó menne. Közben én haladok a sminkkel meg. De igen, bocsi. Igen, most már volt őrőshajú, volt szőke, volt barna hajú lány, volt barna szemű lány, volt, tehát minden szemszint és hajszint végigvettünk. Egy barátnőm, és mondta, hogy nem nagyon jó, hogy minden jön fesztiválra, azt hiszem, meleg van, egész nap járkálsz, nem fújnak, biztos van valami, ami elég fesztiválos, de mégsem tudják. Mi az, amit mondjuk tudunk használni? Csillámporok. Azok a csillámporok, amit kell használni, mert igazából a jó minőségi termékek nem fújnak le, tehát hogy használhatod, hogyha jó minőségű, de a csillámporok az tuti, hogy nem fog lefújni, az ott marad reggeli. Gondolom az sem mindegy, hogy hova helyezzük fel ezeket a csillámporokat. Arscsont, vagy ahol szoktuk rakni a highlightert, az is arra helyre. Most jó a szájra, nem tudom elképzelni vírus helyet. Bevállalós, azt mondom, fel fogom rakni. Hát most attól függ, hogy ki mennyire ügyes, tehát hogy szemhéjéből mennyire tudja kidolgozni a színeket, vagy csak egy sima kék rúst felrak a fesztiválra. Milyen a jó no make-up make-up? Van erről egy jó videóm. Hát a no make-up make-upról igazából az a lényeg, hogy olyan sminket készítsünk el, ami egyáltalán nem is látszik. Ilyen friss és üde lesz tőle az arcunk. De a legfontosabb az alapozás, hogy az olyan szinten legyen eldolgozva, hogy egyáltalán ne vevődjön észre, hogy az arcunkon van alapozó. És ami van ebben egy jó trükk, az, hogy egy tusvonalat húzunk, de nem látványosat, hanem egy nagyon-nagyon vékonyat a szempilla tövegbe. És vannak-e ilyen cselek, hogy a sötétebb belül, vagy világosabb belül, sötétebb kívül? Hogy van? A sötét színnel szoktam kezdeni, a külső szemzugból, és tapogatos mozdulatokkal szoktam felvinni, és befele elveszítem a sötét színt. Figyeljünk arra, hogy ne hagyjunk éles vonalakat a szemhéjon, tehát azt nagyon szép természetesen dolgozzuk el. És ehhez szükséges egy jó ecset. Azt hiszem, hogy másokat könnyebben sminkelek. Sokkal jobban, sokkal érdekesebb igazából. Magamat is szeretem és könnyű, de azért jobban szeretem a vendégeket. A sminkesek mennek-e ki úgy a házból, esetleg boltba vagy bárhova, hogy sminketlenül? Igen. Igen, szoktam, igen. Nem szeretek igazából minden nap a sminket használni. 18 volt egy nap, egy szombati nap a legtöbb. Ez rengeteg. Reggel 4 órától délután 7-ig, vagyis este 7-8-ig. Igen. És hogy érzed, mennyire tudod a kreativitásodat kiélni? Tehát, hogy van-e esetleg lehetőséged arra, hogy így kísérletezd, vagy mindig így fix elképzelésekkel érkeznek hozzád? Kísérletezni nem szoktam vendégeken, mert ugye az nem, a kísérletezés az nem jó. Kísérletezni magamon szoktam, tehát a termékeket, amiket megvásárolok, először magamon próbálom ki, és utána... Ajánlottál egy terméket, de mások ez nem vált be, tehát volt erre precedens? Nem, még nem. Nem. Hány lépéset? 4-5. És a rímelezés is. Vonalunkat. Mert attól sokkal nagyobbaknak tűnnek a szemek, hogyha az a rész meg van csinálva. Egy téglaszint fogok használni a mélyítő vonalra. Egy picit, igen, így avasba a témába, tehát melyik a mélyítő vonal? Amikor becsukod a szemed és kinyitod, nézzél egyenesen, az a rész, ami megtűrődik itt fent. Ez a gödröcske. Most akkor használom a téglaszint, és már alapból meg fog változni a vendégnek a szemformája. Itt mi az, amit könnyen elronthatunk ennél a folyamatnál? Az, hogy nagyon felmegyünk a téglaszínnel a szemöldök csontra, tehát hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy csak a mélyítő vonalra kerüljön ez a téglaszín. És általában mindig a téglaszínt kell használni erre a részre. Számoljuk, 4 féle szín van?
Hát azt nem tudom, mert én igazából nagyon sok színnel szoktam dolgozni. Ez most egy nagyon egyszerű, tehát akkor van 1, 2, 3, 4, igen, 5 ezzel. Egy jó smink elkészítéséhez legalább 10 színt szoktam használni. Jó, ez nem olyan, nem úgy néz ki, mint egy papagáj. Tudod hangsúlyozni, ugye a highlighterrel szoktuk hangsúlyozni. Van, akinek nagyon-nagyon előre van a szemüldök csontja is, hogyha arra a részre a szemüldök csontra teszünk highlightet, akkor az még jobban előre fog, előtérbe helyezzük, és az már nem jó. Például neked sem előnyös. Megjegyeztem. Úgyhogy fesztivál sminkeket fogok készíteni, úgyhogy ne szeretettel várlak benneteket. Ez helyszínileg itt lesz nálunk, ugye? Anna pedig szépen sminkel, most be is mutatja azt, hogy milyen tehetséges, úgyhogy lehet jönni minden nap, hánytól hányig? 3-tól 11-ig itt vagyok. Ez megint akkor egy kemény műszak lesz. Nagyon jó érzés, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Nagyon jó érzés. Vannak szakmai titkok közben, amiket nem tudom, jó, ezt most nem mondjuk el hangosan, de egyébként nyugodtan lehet bármikor Annát keresni, és azokat a kérdéseket, amiket nem mertetek esetleg feltenni itt az előadás alatt, akkor nyugodtan áll rendelkezésetekre. Hát egy általános smink, amit én készítek el, az nem 24 órás, hanem több. De ugye le kell mosni. Na igen, mivel megtanultuk azt, hogy föltétlenül buli után le kell mosni, akkor nem tudod ennél többet viselni, viszont biztosan tartana 24-et is. Nem. Akkor igazából csak az alvás káros. Tehát akkor ez a konklúzió, hogy káros az alvás, tehát ne aludjunk. Mert akkor nem kell mosni a sminket, 24 órát tart. Most használtam a Polmoztól. Egy ilyen koralos szín, jó bevállalós. Nagyon szeretem, mert tényleg nagyon tartósak ezek a rúzsok. Ezekre vagyunk a legbüszkébbek. Lenne kérdésed? Hallgatjuk. Használatra azért ajánlom a BB krémet, vagy a ilyen nagyon könnyű alapozókat, aminek nincs ilyen nagyon nagy fedése. Ne legyen ilyen maszk hatása. És a szemüldök, tusvonal, mondjuk a tusvonalat ezt ki lehet hagyni minden napi használatból, de a rimmel, szemüldök és alapozó az fontos. Fontos az, hogy ne essünk túlzásokba a rúzs felvételéért, mert hogyha nem olyan nagy szép szájunk van, akkor ne akarjunk egy szájat festeni magunknak, mert ez nem előnyös, ez látszik. Most megvárjuk ezt a folyamatot, hogy Anna felvigye a rúst, viszont a beszélgetést azt lassan lezárjuk, viszont meg lehet tekinteni a végső eredményt, mert ezután következik a csillámpor felvitele, akkor még a szempillaspirál, arcpirosító, tehát hogy el lesz készítve a smink, csak a beszélgetést zárjuk le lassan. El szeretném mondani, hogy minden nap 3-tól 11-ig Györgyice Anna fodrásszal találkozhattok itt. Igen, Györgyice Anna sminkessel találkozhattok itt, Barella Bernadett fodrásszal és a Flash Tattoo-val. És ezt minden nap itt találjátok meg a sátorban. Azon kívül vannak kézműves termékek, amiket vásárolni lehet, vagy pedig workshopra is el lehet jönni, amit Hatházi Rebeka és Demeter Kamilla tartanak. Azon kívül pedig izgalmas beszélgetések lesznek minden nap. Úgyhogy várunk titeket szeretettel. Köszönjük, hogy itt voltatok, és ilyen türelmesen végighallgattatok bennünket. Reméljük, hogy maradtatok néhány jó tanáccsal, és néhány hasznos tippet is kaptatok. Amit el kell mondanom, hogy Annának az volt a meglepetése, hogy aki itt volt az előadáson, az 20%-os árkedvezményben részesül, és kap egy kupont, amit felhasználhat abban az esetben, hogyha eljön hozzá sminkelésre. Nem? Nem? Nem. A termékekre szeretnénk adni 20%-os kedvezményt. A kuponkód az Anna, ugye Anna 20. Anna 20. És
palmolive.ron lehet megtalálni ezeket a termékeket. Én nagyon szeretem, nagyon ajánlom őket, és ugye mi a legfontosabb az az, hogy állatkísérletmentesek, úgyhogy tényleg ez nagyon fontos. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem a sminkeléskor, tehát ne fogjátok rám, hogy ezt mondtam, mert nem igaz. Tehát a termékeknél van 20%-os árkedvezmény, ez volt a meglepetés, amit nagyon szépen köszönünk. És további jó szórakozást, tegyétek fel a táncos cipőt, táncos ruhát, lőjétek be a hajatokat, sminkeljetek, mossátok le éjjel, vagy pedig ne aludjatok. Tehát ezeket a jó tanácsokat kaptuk, jó szórakozást nektek, holnap találkozunk. Sziasztok! Vagyok, hogy... De te már megnézted, nem? Tudom, de ezeket a csillagokat nem. Ja, igaz. Sziasztok, meg van az első fesztivál sminkem, meg is mutatnám nektek. Na, hogy tetszik neked a fesztivál smink? Hát, el vagyok kápráztatva. Olyan, úgy érzem magam, mint a Rio Ikonnival. Pedig csak egy fesztiválról volt. Kicsit megmutatom közelebbről, jó? Bejelentkezni, most megyünk egyet kajálni, aztán irány megint dolgozni. Szerintem nem lesz nagy igény a sminkelésre, mert nagyon sok szép sminket láttam, hogy ők oldották meg, tehát ez tiszta oké szerintem. Én sem mennék át a sminkesebb, hogyha kreatív lennék és megoldanám magamnak, meg hát ugye. Na mindegy, igazából van tetkós nálunk, és brutál, hogy mindenki tetkót akar, tehát tényleg. Mindenki tetkózik, ugye, Orsi? És vele együtt érezve segítek enyhíteni kínjait. Amink van. Pénzünk, cigink, sátrunk, sörünk. Fröccsünk, kajánk, kutyánk, macskánk. kutyánk, macskánk, jó? Nem tudom. És egyéb ingó és ingatlanunk. Igen. Azt összedobjuk. És ezentúl közös vagyonként együtt rendelkezünk. Pedig. Így éldegélünk a vibe-on nagy boldogságban. És most akkor egy párnak nyilvánítunk titeket. A vibe. Gyertek és házasodjatok a vibe-on! És itt van a...
máig kap semmit. Most jöttünk fel, innen most mutatom nektek a halott fél.